Végnév Lajk Erzsébet idén jubilál, már 25 éve ápoló, 146 ezer forint a bruttó bére. Mennyit kap ebből készhez most? Hát 100 ezer forint alatt. Szeptembertől 36 ezer forinttal többet vihet majd haza. A kormány megállapodott a szakszervezetekkel, ősztől emelik az ápolók és az orvosok bérét. Új egészségügyi szakdolgozói bértábla lép életbe. Szeptember 1-től az egészségügyi szakdolgozók, ahogy ezt már megígértük az Országos Egészségügyi Konferencián, 26,5%-os béremelésben részesülnek. Ez az átlag, de nem mindenki kap ennyit. A szakdolgozói kamara általános alelnöke segített az RTL híradónak az új bérek számolásában. Ez szerint a legkevesebb emelést a legalacsonyabb végzettségű kezdőápolók kapják. Egy kezdő segédápolónak például mindössze bruttó 6660 forinttal nő a fizetése havonta. Egy érettségizett ápolónak viszont, aki 20 éve van a pályán, bruttó 35 ezerrel nő a bére. A legtöbbet azok kapják, akik több mint 30 éve ápolók és legalább érettségiük van. Ősztől többet kapnak a teljes állásban dolgozó orvosok is. 2016. szeptember 1-től a szakorvosok és a kórházi szakgyógyszerészek bruttó 107 ezer forint alapbér emelésben részesülnek. 2017. novemberében pedig újabb 100 ezer forinttal nő majd a szakorvosok bére. Csár Ágnes, az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke azt mondta, a megállapodás egy újabb ajándék azután, hogy a pótlékokat februárban megemelték. Most nem fogok hátrafordulni, hogy miniszter úrnak és csapatának és a kormánynak megköszönjem, hogy 2004. évi sztrájk követeléseinket, amelyeket 4 szocialista kormány nem volt hajlandó érdemben tárgyalni, lehetővé tették, hogy sztrájk tárgyalás sorozat keretében elérjük azt a célt, amit 2004-ben fogalmaztunk meg. Az LMP szerint ez a béremelés kevés ahhoz, hogy megállítsa a külföldre vándorlást. 30%-os béremelés nem elég. Az LMP azt mondja, hogy idén legalább 50%-kal kellene az egész egészségügyben egységesen emelni a béreket. Minden negyedik szakdolgozó, azok, akiket nem teljes állásban foglalkoztatnak, nem kap béremelést. Az LMP szerint ez tovább fogja növelni a bérfeszültséget az egészségügyben.